Balázs Ildikó, ha jól látom. Kedves Ildikó, mi a panasza? Tavasz van, és marhára nem érzem, egész télen ettem, és mindig átférek a tűfokán. Nincs mellem, nem nőtt meg a lábam, és nincs kedvem még az egészbe belevágni. Nem tudom, csajosodni akarok, nőjesedni akarok, színesedni akarok, és minden ruha lóg rajta, bőrem, nagy, egy trampinak érzem magam. Hát rendben van, kedves Ildikó. Tűrje fel a ujját, legyen szíves. Adok először is egy injekciót. HP az... az pászik a természetesen. Az mindenre is jó. Oké. Milyen hatása lesz? Csajosodni fog a tőle. Adom is az első szettet, menjen el röngelre, és várom vissza. Addig pedig mesélek. Sziasztok, kedves csoporttagok! Egy újabb élővel jelentkezem. Hát a jelmez megvan. A Stella doktornője beöltözött, úgyhogy próbáltuk egy kicsit így körülírni ezt a témát. A címe pedig az volt, hogy az XS-es nőknek sem könnyű. Na de mit is értünk ez alatt? Ugye Ildi, ő a Stellának és a La Femme-nek a fotósa, és nagyon jó barátnőm, bevállalta, hogy ő 34-36-os méret. Majd meg fogjátok látni a szettekben, ki fogom elemezni a testalkatát is. De aki a színtípusok szerint nézi a élőinket, illetve a posztokat, akkor elmondom, hogy Ildit már kiszínkendőztem, és ő hideg nyár típus. Tehát a fő típusa a nyár, és ugye a télbe léphet át jó pár színnel, ami az első szedben már lesz is egy olyan. És 4 szettet hoztunk nektek, amit igazából én választottam ki neki, amit én látok bele. Volt, amire azt mondta, hogy de majd meg fogjátok látni, szerintem nagyon csini. No de, miért is hát nem könnyű az XS-es nőknek sem? Ugye ezt már a beharangozóba is írtam, hogy gyerekosztályból kell öltöznötök, illetve nagyon nehéz megfelelő ruhákat találni. Egy csomó ruhában ormótlannak tűntök, és ezt most ne úgy értsétek, de mint ami Ildire is ráadtam az első ugye beköszönőbe a ruhát, direkt elnagyoltuk, de egyébként sokan, ugye most a vevőkörömben is mondom, sokan úgy öltöztök tényleg nagyon vékonyként, hogy eltakarjátok az alkotokat. Pedig ti abban a szerencsés helyzetben vagytok, hogy szinte minden jól áll nektek. A szinte az azért, mert van, ami nem. Ami Ildin volt, ezt már mondom is rögtön az elején, a plus size, vagyis hogy az ilyen plus size-os méretű cuccokat kerüljétek. Ami azt jelenti, hogy ami lóg rajtatok, nadrág, póló, nem jó, előnytelen. Nektek, amit ki kell emelni, az az alapotok, hiszen vékonyak vagytok. Most tudom, mindenki irigykedik, nyilván is vagyok ebben a szerencsés helyzetben. Nektek minden jól áll. És erre rá kell mennetek, és igenis fel kell merni venni szexisebb ruhákat is. De majd mindjárt belép Ildi, és az első szettjében ki is elemezzük, hogy mit értek ez alatt. Ezeket mondom, totál én választottam neki, úgyhogy Ildinek, ami a lényeg, meg aki mindenki, aki vékony, hogy nektek a fehér farmer nagyon-nagyon előnyös, plusz a skinny fazon. Tehát jó, mindenki felveszi, meg nyilván én is hordok szűkgatyát, meg más méretben is. Hordunk szűknadrágot, bocsi, egymásra léptünk, de a fehér farmer az csak a vékony lábú nőknek jó. Ez tényleg így van, ezt én ezt mindig elmondom, szerintem nem is nagyon szoktátok venni. Három éve használok színeket nadrágba, tehát a farmer, és a nadrág az nekem konkrétan az igazi indigó kék farmerrel volt egyenlő. Természetesen minél inkább próbáltam a lábamnak a vékonyságát és rövidségét elfedni vele, soha nem volt jó, mert vagy a dereka, vagy a lábszár hossza, vagy valamelyik pontja mindig, és megmondom őszintén, hogy most ebbe a fehérbe elképesztően jó érzem magam. Hát jó is áll, persze, mert a tietek. Még annyi egy aprócs, hogy persze rajtam is fehér gatya van. Aki nagyobb, mint XS-es, akkor az itt tunikával vegye fel. Tehát erre ezt tudom mondani. Ez ápol eltakar, de most nekem egyébként a jelmezhez kellett. Úgyhogy ezt hagyjuk meg a nagyon-nagyon vékony csajoknak. Na és akkor amit még az első szettről szeretnék elmondani nektek. Ugye, ahogy mondta Ildi, hogy panaszkodott, hogy ugye mellben nem annyira erős. Tehát erre mondom, hogy szinte minden jól áll nektek. Na a mélyen dekoltált felső nem. Na de erre találták ki ezt a felsőt. Ami fodor, meg díszítés, a mell részen zseb, majd ebből lesz egy másik fazon is, az nektek tökéletes optikai tuning a mellnek. Egyébként ezt a felsőt a webshopra így is tettem fel. Tehát simán jó persze nekünk is, akik ugye mellben jobbak vagyunk, de aki konkrétan ez a problémája, hogy a mellét szeretné optikailag tuningolni,
annak akkor ezeket a fodrokat, hát szerintem szuper jó. Na, és akkor még egy másik dolog, ugye Ildit már mondtam, hogy kiszínkendőztem, tehát neki a jó színeket adom, jó a fülbevaló, neki most így mindent összehangoltunk. A másik pedig, hogy Ildi alkata, amellett, hogy nagyon vékony, ő egy körte alkatú nő, tehát az azt jelenti, hogy a csípője széles, és ugye a lábai nem annyira hosszúak, tehát neki a csípőről a vára kell tolni a hangsúlyt. Neki pont ez a vára tolt felső, csónaknyakú felsőt, ami picit így feltebb van, nagyon-nagyon előnyös, és ezt ugye a testalkatoknál ezt mondtam, hogy azt nem a konfekció méret határozza meg, tehát egy 44 méretű nő is lehet körte alkatú, hanem azt merítsétek ki ebből, ami ugye a ti alkatokra jellemző. Így van, tehát hogy a testalkatnál ott nem nézzük, hogy vékony vagy nem, vagy milyen alkat, ott egyszerűen neki ez az alakja, még azon felül, hogy vékony, ugye, és még nem is magas ráadásul. Tehát, hogy ez így mindig hatványozott, úgyhogy neki még pluszban ezt is néztük. Szóval ez a cucc, csajok, hát top, szerintem. Akkor adom a következőt, és menj el légy szíves CT-re, és várlak vissza a következő szettetben, és akkor még visszaülök, és mesélek tovább. Szóval, akkor ezeket így összehangoltuk, akkor tényleg, amit én látok bele Ildibe, meg amikor például a Lafayette fotózások vannak, ugye ott is egy csomószor idegenekkel találkozok, és egy csomó mindenki mondja, hogy úristen, ez a ruha, ezt fel nem veszem, utána meg a fotón is, meg a fotózás alatt is azt mondja, hogy wow, tök jól érzem magam benne. Na, ezek is ilyenek lesznek, ezek a szettek, hogy ebből tényleg nem beszéltünk össze, én ezt így kitettem, ez a 4 szettet van Ildi, vett fel. No, de akkor még visszatérve akkor a vékony csajokra. Tehát nektek mindenképpen itt a dekoltázs részen erősítsétek, és milyen dekoltált felsőt nem hordjatok, az nem a te, vagy nem a ti fazonotok, de szerintem azért ezt azért nagyjából mindenki tudja. Azért mondom, hogy szinte minden jól áll. Én mondom, Ildinek még pluszban arra kell figyelni, hogy a lábát azt mindenképpen hosszítani kell, úgyhogy a szetteknél is egy csomószor az lesz, hogy betűrettem vele a felsőt, mert neki meg az a kedvence, hogy az elején is láttátok, hogy kiengedi a felsőt, de így eltűnik a ruhában. Tehát, hogy merjétek kihangsúlyozni a vékonyságotokat. Nehéz, mondom, mindenkinek baja van magával, tudom, de mégis azt mondom, hogy elvesztek a mint az elején is ebben a nagyon bugyos nadrágba, nagyon bugyos felsőbe. A következő szett, amit elmesélek nektek, az lesz egy olyan szoknyafazon, ami minden alakra, nem csak a körtére, nem csak a vékonyra és nem csak az összes többire előnyös, hanem mindegyikünknek szuper jó fazon. Ugye a webshopon már ez mind fenn van ez a ruha, ott rajtunk lett befotózva, igazán vékony, nagyon vékony lányon nem, de most meg tudjátok nézni tényleg Ildin. Mondom még egyszer egyébként, hogy tudjátok a méreteit is, 34-es felül, 36-os pedig a csípője miatt alul. Gyere, Ildi! Ja, és akkor ez is egy másik, egy ilyen szuper kedvenc szettünk. Ez pedig az A-vonalú midi szoknya, gumis derékkal, és nézzétek meg, hogy milyen vékony Ildi, de még rá is jó. És mivel gumis hátul, ezért szeretjük ezeket a szoknyákat, ezért simán jó 42-es méretig. Tehát azért mondom, hogy ezek azért jó fazonok. És neki is nagyon-nagyon jó. Amit még ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani, hogy mivel alacsony Ildi, ezért ne nagy virágos mintákat, meg nagy ilyen geometrikus mintákat ne vegyetek fel, ha alacsonyat is hagytok még pluszba, mert amellett, hogy vékony és alacsony is, ő elveszi a minta a figyelmet, meg tehát sokkal kisebbnek látszódik. Ezek nagyon jók, ezek az elmosottak, ez az ilyen ombre, ez most divat is, majd még lesz pár ilyen ombrés cucc. Ami még a lényeg a kabáttal kapcsolatban, hogy a zseb, ugye, igen, ezek nagyon jók, hát ez igen szó, de hogy a zsebet mondtam, ugye, amit én nem szeretek egyébként magamon, amikor itt van a zseb, de neki meg szuper jól áll, mert ugye optikailag tudom, és alatt egyébként egy sima basic atléta van, tehát hogy még ez is tök jó. Amit még lényegesnek tartok kiemelni, hogy mindenképpen, ha alacsony vagy és vékony, magas sarkút hordjon, most nem azt mondom, hogy sportoláshoz nyilván, de amikor így kikerázzuk magunkat, akkor csak magas sarok, mert nagyon jól áll most a magas sarok, az lehet teli talpú is, tehát nem kell tűsarkokba járni, mindig ebben, mint én. De Ildinek ilyen több pici sarka van, meg van mennyi közelebb is persze, és akkor így látjátok. Szerintem ez is egy tök jó szett. Nem veszik el a mintába, csinos, úgyhogy a lábát is hosszítja, hiszen ide felér a derekáig a szoknya. Ott vágja el pont ez a szoknya, egyébként meg a magasabbaknak is tök jó, pont ott vágja el mindenkinek a lábát, ami szerintem tök előnyös. De mondom, én ehhez sarkos vagy teli talpú cipőt ajánlok. Nekem is van ilyen szoknyám, másik mintával, az ilyen nagy mintás. Én felvettem edzőcipővel is, de megmondom, hogy szintén magamon is jobban tetszik, amikor magas sarok, vagy legalábbis van egy pici sarka a cipőnek. Ami engem érdekel, mert én tényleg ki lettem színkendőzve egy pár nappal ezelőtt. Egyébként
iszonyú jó érzéke van a Nellinek a színtípusokhoz. Tehát nekem megmondta így hozzávetőlegesen, hogy mi, és beigazolt gyakorlatilag, hogy tényleg igaza van. Viszont ez most egy februári fakó, télből kijöttünk éppen állapot. Mi lesz nyáron, hogyha én kiszőkülök, ugye a napszitt a haj, hogyha én lebarbulok, hogyha én egy icipicit módosítom a hajszínemet, tehát ezek a színtípusok, azt most már beigazolódott, de mondjuk, tehát ezek a színtípusok, ezek mennyire függnek az én általam viselt dolgokhoz, vagy dolgoktól, vagy mennyire ténylegesen az én szemszínemhez, arcformámhoz igazodnak, tehát hogyan alakulnak? Hát az biztos, hogy ahogy a színtípusoknál, amikor megvan a színtípusotok, akkor, és mondjuk nyáron barnultok vagy szolisztok, akkor is a saját színtípusok maradtok. Tehát, hogy nem változik, ez nem fogja befolyásolni. Meg azért, nem. Aha, jó. Nem. Egy picit hagyom még Nellit erről beszélni közben. Szatyot. Jó, menjél légy szíves el, és ellenőriztesd le még akkor a... tudom. Elmegyek nőgyógyászhoz. Na, nőgyógyászhoz, na, azt mondjuk írni, nem? Bocsánat, az élő varázs nem tudott eszembe most semmi, de... kórházon belül. Nya. Most megint egy nadrágos szettet láthattok, és majd a Hildi lesz szett, ugye most az ő alkatát is figyelembe vesszük, ugye mondtam, hogy a betűs, tehát ami azt jelenti, hogy körte, úgyhogy ugye amikor így van az alkat, tehát neki a vállánál szélesebb a csípője, és ugye mellben sem erős. Ilyenkor ugye akkor a csípőt közelítjük a vállhoz, a vállat pedig hogyan tudjuk szélesíteni optikailag? Válltömésekkel. Ez is nagyon előnyös egyébként, de mivel alacsony és vékony, nem szabad túlzásba esni. A váltömésekkel se, tehát ezek az óriási, nem tudom mi, 80-as évek, ami azért nagyon kilóg, az ne. De egy finom váltömés szerintem tök előnyös. Úgyhogy én például annó, még régen, amikor még 90-es években volt ez a blazer mániám, akkor mindig kivagdostam a váltöméseket a blazerekből, de nekem alapvetően azért, mert elég széles a vállam így is, úgyhogy mindig úgy éreztem, hogy már nem kell bele, egyébként meg tényleg nem, ezt már most bebizonyosodott. De mondjuk, ami felső rajta lesz Ildin, az szerintem egy finom váltömés, és szerintem tök előnyös neki. No, amit még szerettem volna mondani, az, hogy még ugye azért ilyen télies időjárás is beköszön most úgy jövő héten, a puffy zsek is előnyös a vékony csajoknak, most azt nem tudunk itt prezentálni, de elvesztek az ilyen nagyon puffy kabátokban. Úgyhogy csinyán bánjatok vele, ha tényleg ilyen XS-es méretűek vagytok, mert nem előnyös. Ami nektek előnyös, az az öves. Tehát ki kell hangsúlyozni, milyen szép vékony a derekatok. Egyébként az öv tök sok mindenkinek előnyös, csak meg kell találni, hogy hova tesszük. Úgyhogy ilyen kabátba, egyébként én az ilyen öveseket nagyon-nagyon szeretem. Több testalkatnak is előnyös, nyilván nem csak a vékonyoknak, azért, hogy meg kell találni azt a részt, ahova tesszük az övet. Mindenkinek megvan az a rész, ami szuper jó. Úgyhogy mondom, a puffy kabátokkal is csinyán, nagy mintával is csinyán. Ami rajta lesz Ildin, mert ugye a szoknyán is mondtam ezt az ombre hatást, ez egy új, ezt ma fotóztuk be egyébként, ez már utánrendelés Olaszországból. Ezek az ombrés sálak, majd az Ildi szettjéhez még ezt ráillesztem a nyakába. Sálak is nagyon fontosak, mert azzal is lehet optikailag dúsítani felül. De nagyon fontos, hogy ne nagy mintás sálat választatok, úgyhogy az ilyeneket, az ilyen elmosott minta, vagy egyszínű, gyere Ildi, azok tök előnyösek. Úgyhogy én megmutatom a szettet. Így sállal, csak így ráteszem, hogy így milyen tök jó csini és összhang van a szettje. És felteszem, utána olyan veszem, csak meg akarom mutatni, hogy na, egyébként meg így tök jó, hogy nem vonja el a sál a figyelmet, de mégis így felül ad egy ilyen optikai tuningot. Na, akkor most leveszem, hogy akkor látszódjon a szetted. Na és akkor, amit még akarok mondani, hogy... A váltövés, amit én is egyébként rendszeresen kivetettem. Pedig neked előnyös. Igen. És nézzétek, igen, hogy milyen nagyon csinos, és akkor felvetted Ildi ezt a szettet, akkor egyből kiengedte ugye ezt a egyenes szabású felsőt, és mondta neki, azonnal tűrd be. Itt elő mindenképpen, mert nektek nem kell lógatni magatokon semmit, tehát pont ez az, hogy nem. Színes farmer, ez is egy olyan, hogy a fehér is ugye színes, de az megint egy másik tészta. Ezt többen veszitek egyébként, azt gondolom, a fehér farmer azért az csinyán bántok vele, de a színes farmerek is, akinek vékonyabb láb van, a nagyon csinos egyébként rajta. Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon szuper. Ez a sárga, így a kékkel, szuper szett. És ami külön jó, hogy ez a bokacsizma, amit most felvett Ildi, be is tűrte egyébként a gatyát, szóval szerintem ez így tök jó, kihangsúlyozza, hogy csinos, vékony akartó. Amit a táskáról pedig akartam mondani, hogy aki alacsony, vékony, ne válasszon óriási shoppert, pont ide ki tudok nyúlni, tehát ez még határeset, de ennél nagyobb már ne, mert
egyszerűen, hogyha ilyen táskát hordtok, akkor elvonja a figyelmet rólatok, a vékonyságotokról, és ugye, hogy picik vagytok. Ne hordjatok óriási táskákat. Hát erre is ajánlom, hogy figyeljetek. Szerintem ez egy tök jó szett. Egyébként megfordult benne? Azért mondom, hogy bocsi a címke rajta, de hát ez mindegy, hogy egyébként tök előnyös rajtatok. És ugye most, hogy a váltömés itt van, színbe hoztuk neki a szélesebb csípőjét a vállával. Úgyhogy szerintem egyébként tök jó áll rajta. Pedig mondom, ez volt az, amikor felvette egy ez, ez végképp nem volt az én világom eddig. Mondjuk azt hozzá kell tenni a történet egészéhez, hogy én amióta Nellit ismerem, azóta, meg hát amióta Szolnokra költöztem igazából, azóta kezdek úgy igazából ebbe a csajos világba gyökeret ereszteni. Én egy alternatív, tényleg abszolút bőruhákat, abszolút az alakomat, a nőiességemet semmilyen módon nem láttató. Egy fekete trikó, egy farmer mindig jó, egy koncerten hangulatban éltem a napjaimat, és magas sarkú, hát körülbelül 3 hónapja kezdenek el gyűlni a magas sarkú szoknyát, azt tavaly már vettem Nellitől, de hosszú-hosszú hónapokon keresztül állt a szekrénybe porosodott. Viszont én azt gondolom, hogy az ő általa való kis injekciónak, amit nem most adott be nekem, ugye most csak egy ilyen kis szimbolikus dolog volt, hanem gyakorlatilag az első találkozásunkkor az egész Stellába való bevitellel és a fotós szemmel látott élményekkel igazából teszik, szépen teszik meg a hatásukat. Úgyhogy igen, így egyébként, hogy nem kiengedve van, hogy van egy klasztáska hozzá, még a sárga farmer, meg ez a váltöméses, amit én tényleg távolítottam el fele annak idején. Az összes létező ruhámból, mondjuk a melltartó melegítőt, 1000 dolgot tudnék mondani, amit én alakítottam, amit én nyestem, amit én szűkítettem, bővítettem, levágtam, fölvágtam, minden francbarika, de ebben nagyon-nagyon-nagyon. Ez csini. Nagyon jó érzem. Nagyon jó, top érzés. Hát tényleg. Még van egy mennyire létszik CT-re. CT jó, és azt. És akkor abból szedd, hogy vissza. Oké. Na, azért mondom, hogy én ugye más látok belétek, amikor pont mondom Ildinek is, hogyha most őt fotóztuk volna valaki, akkor ugye ezeket a szetteket simán így ezt válogattam volna össze, és ugye neki meg ugye eszébe se jutott volna ezeket felvenni, de milyen csinik egyébként rajta. Amikor arra kell figyelni egyébként, hogy a szűk nadrághoz nektek simán mehet egy bőve felső is, mint ami most rajta volt, hogy ilyen egyenesebb szabás. Az a lényeg, hogy a batya akkor legyen szűk, tehát olyan hibában ne essetek, mint amikor kezdtük ezt az egészet, hogy nagyon bő, budgyos a nadrág, meg ezek a nagyon oversize darabok, mert elvesztek benne, és szerintem nem is előnyös. Nektek ki kell hangsúlyozni, ami van. Azért azt mondanám, hogy van most az a paperback gatyánk, az ugye Ildire nem jó, mert XS-es kellett volna neki abból a fazonból, de egyébként az jól áll nektek egy totál szűk felsővel. Szóval azért így tudtok ti is trükközni, hogy oké, mehet a ilyen magasabb derekú, meg kicsit bővebb szabású nadrág, de mindig, csak is mindig szűk felsővel. És arra is figyelni kell, ugye, amit elmondtam az elején, hogy ne totál mélyen dekoltált, hanem az a normál szűk felső, normál kivágással. Most nem garbó, de hogy normál kivágással hordjátok. Mert úgy szerintem meg több csinosak lehettek benne. Ami még a következő szettje Ildinek, ez az utolsó lesz egyébként. Megint egy olyan szoknyafazont választottam neki, most úgy osztottuk meg, hogy két nadrág, két szoknya, de egyébként tudtam volna neki 600-at összerakni. De ez olyan szoknya lesz, ami szintén mindenkinek jól áll, és ellenszor ez a fazon, ami itt kapható nálunk, és csak kis méretben van, két pici méretben, tényleg mindenki, aki felvett, tök csini volt rajta, mert valahogy pont úgy vágja el, ugye ez a jó kis ceruza szoknya, amit már hallhattatok tőlem, meg szerintem már tök sok pózban, meg videóban beszéltem róla, pont ott vágja meg a lábat, ahol előnyös mindegyikünknek. Akinek mondjuk egy picit ólába van, ez ami rajta lesz, illetve pont kitakarja, de egyébként az ávonalú midi is ilyen volt. Úgyhogy azért mondom, hogy azért, mikor ilyen jól eltalált fazon van, akkor az többféle testalkaton is szuperül fog kinézni. Azt még elmondom nektek, amíg Ildi öltözik, hogy jövő héten a nem XS-es méretű nőknek fogunk élőzni az egyik modellemmel, Olgával, akit láthattatok már ugye sok-sok fotón, meg webshop képen, katalógus fotón, és bevállalta ő is, hogy szintén neki is összerakok 4 szettet, és ugyanígy szombaton megmutatom azt is, hogy egy nem XS-es méretű nő is lehet ugyanolyan szuper nőies, mint egy vékony. Mert ez nem a nőiesség, nem méret kérdése. Már jön is Ildi az utolsóval, gyere Ildi. És akkor mondom is a szettelet.
Na, akkor ugye mondtam a szoknyát Ildinek, ez a ceruza szoknya, ez valahogy pont ott vágja el a lábat, és ami nagyon jó szoknya egyébként, mert ha egyébként azért jó, mert ha így összeérne, így nem, de így. Igen. És ugye engem mindig ihlet egy sorozat, ezt mondtam, hogy ne felejtsem el elmondani, most éppen a New Amsterdam kórházas sorozatot nézem a Netflixen, és abban van egy doktornő, tök hasonló alkattal, mint Ildi, és mindig ilyen szoknyákban volt, és már tegnap, mikor néztem este a férjem, akkor tudtam, hogy ezt a szoknyát rá fogom adni, mert ugyanígy öltözik, és ugyanilyen vékony és tök jól áll rajta. Úgyhogy a ceruza szoknya hajrácsajok az őrült nőjes, és ő is mindig így hordja betűrve egyébként. Úgyhogy azért mondom, hogy a sorozatokból merítek mindig, mert én a ruhákat is nézem. Szóval ez a ceruza szoknya azért jó, mert pont jó helyen vágja a lába, és ugye elől direkt nyitottan hagyták, be se lehet gombolni. Ildi alkatának, ugye, hogy a csípőt közelítjük a vállhoz, puffos új csajok, akinek körte alkata van, és mondom, függetlenül attól, hogy vékony-e, vagy középméretű, hordjatok puffos ujjat. Szuper optikailag egyébként kiszélesít, és pont egy színbe hozza. De ami a vékony csajoknak előnyös, mert ugye most rólatok van szó, a keresztbe csíkozás. Ugye erre csínyán bánunk, vagy ezzel csínyán bánunk. Mindig az van, hogy hosszanti csíkozás előnyös, igen. Valakinek, nekik például nem, aki ennyire vékony, mert nektek akkor inkább még széthúzza, vagy még szétnyújt titeket, viszont a keresztbe csík az szuper. Meg egyébként ez mondjuk nem is annyira erős, ugye most a színtípusának megfelelő ruhát vettük ki, szürke, nem is annyira erős, nem is annyira durván látszik, de azért mondom, hogy ez is egy egyenes szabású felső, de ez is jól áll rajta, mert hogy betűri a szoknyába. És akkor ugye mondtam a magas sarkút, azért mondom, hogy teli talpú, szuperül néz ki. És ez a szoknya úgy adja a lábat is, pedig Ildinek nincs hosszú lába, ugye mondtam, hogy a körte alkatoknak az egyik úgymond rákfenéje az, hogy rövidebb láb, és a bokára kötő cipővel ugye azért kell vigyázni sok mindenkinek, mert az rövidíti a lábat, de ez a szoknya úgy adja pont emiatt, hogy nyitva van, tehát ha ilyet találtok, ez tök jó, hogy nem nyomja össze a lábat, és tök jól néz ki, és tök előnyös szerintem. Totál szűk a szoknya, mondom, póló lazább, de betűrve. Nekem nagyon tetszik, ez is kerek, nagyon csajos. Kerek, ez is nagyon. Igen. Kerek. Nagyon viselhető és nagyon kényelmes. Igen. Ezek is szerintem igazán nem jó szempontok, hogy nem csak nem feszeng benne az ember, nem igazgatja magát az ember, mindezek ellenére a zseb az esetleg még az olyan kis könnyen zavarba hozható embereket, mint én is lefoglalja, mert akkor nem kell azzal kilódni, hogy igen, szeretitek a zsebes szoknyákat. Tehát az, hogy a szoknya a zsebben van kombinálva, igen, az számomra egy óriási találmány. Azt mondjuk, megmondom őszintén, én nem néztem sose, de utána mindig, amikor fotóztuk, ugye a modelleken, vagy még a vevők is, hú, zsebes szoknya, na, ezt nézzek, ezt. Igen. Úgyhogy a webshopon mindig kiírom, hogyha zsebes a szoknya, akkor azt mindig odaírom, mert mindenkinek a mániája, egyébként az álvonalú mindig zsebes volt, úgyhogy meg még ez, ami rajta, ez is egy új, ez majd a webshopra fog felmenni, tunika, vagy ruha, ki minek hogy, ez is zsebes. Úgyhogy ezt biztos, hogy ki fogom írni, mert ezt nagyon szeretitek. Még itt nézem, amiket felírtam magamnak, de azt hiszem elmondtam mindent róla. Azért mondom, csajok, hogy tudom, hogy nektek se könnyű, 34-es méret, meg XS-es, meg gyerekosztály, meg stb., de ti is fel tudtok öltözni nőiesen, mert szerintem az összes szettjében Ildi tök nőies volt. Egyszertet lehagytunk, de azt már időhiány miatt, még azt elmondom gyorsan, hogy még nektek, ami szuper, az kimi fazonú nadrág, mert az élére vasalt nadrág, mert Ildi itt vette az első élére vasalt nadrágját, ami egyenesebb szárú, és a bokacsizmába betűrve, meg sportcipővel, az minden gyöngyivel, az szuper jól néz ki rajta. Úgyhogy az se stretches anyag, az is fel van egyébként a webshopon. Úgyhogy azt lehagytuk, de már most nem akartunk ennyi szektet, de az is nagyon jó nektek. Úgyhogy azért mondom, hogy öltözzetek bátran, csajosnak, attól, hogy vékony vagy, más ki lehet domborítani. Ugye ne a dekoltásra helyezitek a hangsúlyt. Bulizni. Lesz az is, fogunk bulizni is. Lehet. Bulizni is lehet. Egyébként, amikor itt pont itt Ildi is sminkelte magát, meg én is kentem magamra a cuccot, meg ugye szemüveg, meg minden pont mondtam, hogy visszajött ez a régi buli feeling, amikor a fürdőszobánkban készülöttük. Hát remélem, hogy igen, lesz minél hamarabb. Szerintem mindenki erre vár. Ennyi lett volna a mai élő. Szerintem próbáltuk megmutatni, hogy tényleg hogyan lehet nőt is öltözködni. Nem is tudtam volna egyébként sportosabb ruhákat ráadni Ildire, bár ő egyébként sportosabb. Egyébként igen, tehát itt most ennek pont az volt az igazi üzenete, hogy belőlem, aki esetleg ismer, a sportos és tényleg nagyon-nagyon rohanós, tök egyszerű ruhákat preferáló emberből is ki lehet úgy hozni, és ez szerintem abszolút a neli sajátossága úgy hozni a nőt, hogy ténylegesen jól is érzem magam a bőrömbe, tehát ez nekem nagyon-nagyon-nagyon sokat jelent. Hát ez élvezem, hogy... És hát
visszajelzések is jönnek, megmondom őszintén, úgyhogy ez még külön szerintem dob ezen a történeten. Ennyi, hát ez a legnagyobb elismerés, hogy amikor a párunk vagy a kedvesünk elismerő, lendő párunk vagy valaki, tehát azért a pasik elismernek minket, az mindig szerintem több pozitív. Köszi, Ildi, hogy bevállaltad, mert azt tudni, hogy Ildi nem egy front office, de az inekció megtette a hatását. HP kezdetű inekció szerintem a legjobb vakcina a jelen. Ennyi. Évek közül. Ennyi. Jöhet. Úgyhogy a fotózásokon is ezt domborítjuk ki, Ildi ugye a saját látásmódjában a nőt, én pedig ugye olyan ruhákat rakok, ezt nem is tudok másmilyet egyébként, tehát amúgy ilyeneket lehet kapni, ilyen nőciseket, hogy nem is tudok más látószöget ebbe belevinni, meg az objektivitás tudod igazából, meg nagyon sokszor jön olyan ember, akit egyikünk se ismer, igen. És mindenféleképpen ugye az objektivitás lesz az elsődleges, de az alkatát, a színtípusát, a hangulatát, a szenvedés szintjét, azt már lehet látni az embernek előre, és tényleg amikor fotózás van, akkor én mindig egy nagyon tip-top készlőt kapok a Nellitől, és ugye azt kell nekem fotószemmel még tovább tuningolni gyakorlatilag, képileg a végén, de eddig még nem volt hiba a történetben. Nem, szerintem sem. Jó, köszönjük szépen a figyelmet, remélem akkor hasznos dolgokat mutattunk nektek. Szeretnék ebből a HP nevű vakcinából receptre is kérni egyet. Egész nyugodtan. Ki tudjam váltani. Semmi baj, egyébként visszajöttek az eredmények itt közben nekem. Semmi baj nincs veled. Rájöttem a receptet. Köszönöm szépen. Önbizalom. Mert nőnek lenni jó. És tényleg rájöttem a receptre. És rajta, hol látható? Melyik patikák azok, amik ezt az önbizalmat? Ezt a Stella Eco gardróbja, a Nagymezi út 42 szolnok, vagy ha online szeretnél vásárolni, akkor pedig a www.stellaruha.hu, mert az összes ruha fenn volt. A ombresál is, ez ami rajtam, ez meg felkerül, ezt maga befotóztuk, meg még egy jó pár újdonság, hogy jövő héten folytatjuk. Jövő hét szombaton pedig tartsatok velem, Szikszai Olgával, a nem XS-es méretű nőknek való szettekkel. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Köszönjük szépen!